A szocialisták felszólították Tarlós Istvánt, a fővárosi Fidesz-KDNP frakció vezetőjét, hogy nyíltan határolódjon el a szélsőségektől. Borány Sándor híradónknak ezt azzal indokolta, hogy az ellenzéki politikus az elmúlt napokban több fórumon is arról beszélt, hogy a Jobbiknak és a Fidesznek vannak közös céljaik. Szavazataira pedig... Tarlós István egy korábbi rendezvényen. A Fidesz főpolgármester jelöltje az utóbbi napokban több fővárosi fórumon is hangsúlyozta, hogy a radikális szélső jobboldal támogatóival, mint szövetségesekkel számol. A fővárosi ellenzék frakció vezetője arról beszélt, hogy a Jobbik valós problémákat vet fel, és örül, hogy azok megítélésében egyetértenek. Tarlós István szerint, ha ezekben a Jobbik szavazói segíteni fognak, akkor tesznek a nemzetért és a fővárosért. A kijelentések kapcsán kerestük Tarlós Istvánt, akit ma nem sikerült utalérni. A Népszabadságnak korábban úgy válaszolt, hogy a fórumokon elhangzottak. Nem jelentik azt, hogy a két párt között ideológiai közösség vagy szövetség formálódna. Tarlós szerint ő mindössze arra hívta fel a jobboldali radikális szavazók figyelmét, hogyha a Fidesz-KDNP-t támogatják szavazatukkal, akkor az ő céljaik is biztosabban megvalósulhatnak. A fővárosi szocialisták szerint Tarlós Istvánnak egyértelműen kellene fogalmaznia. Nincs középút, Tarlós Istvántól azt várom el, hogy tegyen egyértelmű lépéseket abba az irányba, hogy soha semmilyen körülmények között nem akar együttműködni a szélsőségesekkel, akkor sem, amikor a hatalom megszerzéséről lehet szó. Ezzel nem. Az elemző úgy véli, hogy egységes fellépésre van szükség a Jobbikkal szemben. A Fideszen belül nincs egy olyan egységes kommunikációs stratégia, amit a Jobbikkal szemben alkalmaznának. Ez zavarodottságra utal. Én azt gondolom, hogy egy kicsit későn eszméltek arra, hogy a Jobbik túlságosan erős lehet. Közben nyílt levélben fordulsz Vona Gábor. A Jobbik elnöke a levelében gyávának és hazugnak nevezi a Fideszt, és többek között azt írja, hogy az elmúlt 8 év a Fidesz bűne is.